2015. április 23-án tartotta a képviselőtestület szokásos rendes havi ülését. Nagy tisztelettel köszöntöm Badics Ildikó jegyzőasszonyt, és ebből már gondolom következtethettek, hogy a Jegyzőkönyv című műsorunk következik, a testületi ülés magyarázó műsora. Jegyzőasszony, mivel volt megint elég sok napi rendi pont, javaslom, kezdjük el. Köszöntöm én is a nézőket. Mindjárt az elején előterjesztés Tiszavasvári város 2014 évi közrend és közbiztonsági helyzetéről. A rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányságnak az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok képviselőtestületei részére beszámolót kell készíteni minden évben az előző évben végzett szakmai munkáról, a tevékenységről. Paronai János alezredes úr ennek a kötelezettségének tette eleget, és a képviselőtestület elé tárta a rendőrségi munkát az abban szereplő adatokkal, statisztikákkal együtt. Tehát minden területre lebontva, ami a rendőrség hatókörébe tartozik, tehát a bűnüldözéstől a közlekedés igazgatásig, minden területre bemutatta, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen személyi állománnyal tudnak dolgozni. A statisztikai szempontból milyen eredmények születtek a 2014-es évben, és ezeket összehasonlította az előző évi adatokkal, hogy tendenciát lehessen kimutatni, hogy bizonyos cselekményeknél nőttek-e a bejelentések, vagy a felderítési számok, vagy éppen csökkentek, és emellett, hogy a saját adatainkkal, előző évi adatainkkal hasonlította össze, megyei és országos adatokkal is párhuzamot vont, mert hogy leginkább úgy lehet ezeket a dolgokat elhelyezni egy rendszerbe, vagy egy összehasonlításba, hogyha látjuk, hogy ezek országosan és megyei szinten hogy alakultak. Köszönöm, menjünk tovább. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2014-ben végzett tevékenységről. A polgárőrség ugyanolyan civil szervezet, mint például a sportegyesület és az államháztartási törvény alapján. Nekik is van egy beszámolási kötelezettségük az önkormányzat felé, méghozzá azért, mert hogy az önkormányzattól támogatást kapnak, és a pénzügyi jogszabályok alapján az, aki a támogatást kapja, annak utána a számot kell arról adnia, hogy a célnak megfelelően használta-e fel a támogatást. A polgárőrség ennek a kötelezettségének is eleget tett, emellett pedig a szakmai munkáját is bemutatta. Tehát szól arról a beszámoló, hogy a tavalyi évben hány önkéntes dolgozott a polgárőrségben, mert hogy itt mindenki társadalmi megbízatásba, társadalmi munkába végzi el a feladatot. Melyek voltak azok a főbb rendezvények, ahol a biztosítás vagy éppen a parkolásnak a lehetőségét biztosították, hányszor voltak a rendőrség munkatársaival közösen járőrözni, aztán szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetését megelőzni, milyen technikai eszközök állnak rendelkezésre, tehát van egy gépkocsijuk és van két robogó, mikor tudják ezeket a alkalmatosságokat használni, mennyi volt a futott kilométer egész évre vonatkozóan és havi bontásban, és melyek voltak azok az események, a rendezvények, amelyek magát a polgárőrségnek az életét is és meghatározták, milyen céljaik voltak, és ezeket mennyire sikerült elérni. Ezek az előterjesztések egyébként a Tiszavasvári, tehát a www.tiszavasvári.hu weboldalon megtalálhatóak. Mindegyik témát külön meg lehet tekinteni, ki melyikre kíváncsi, és akkor részleteiben is lehet tájékozódni, akár a rendőrség, akár a polgárőrség munkájáról, vagy a többi napi rendi ponttal kapcsolatos előterjesztésekről. Köszönöm a következő tájékoztatás a fólia sátrak helyével kapcsolatos egyeztetés eredményéről. Ugye tudjuk, hogy az előző testületülésen erről volt szó, csak döntés nem született talán. Igen, egy olyan közbenső döntés született, hogy amennyiben a vagyon átadási megállapodásban nem szerepel a fólia sátor, akkor a polgármester kezdeményezze ennek a módosítását. A másik része pedig az volt, hogy folytasson újabb egyeztetést Szabó Zoltánnal, a középiskola vezetőjével, azzal kapcsolatban, hogy még pontosabb képet tudjunk a képviselőtestület elé tárni. Ezért most elkészült ez a tájékoztató, amit végül is elfogadott a képviselőtestület, és azokat a felvetéseket jártuk körbe, amelyet az előző testületén igazgató úr felvetett, úgy a szakképzési törvénnyel kapcsolatos rendelkezések
kell összefüggésben, tehát hogyha a fóliasátor továbbra is ott van, ahol a mostani helye van a Bocskai út végén, akkor az sérti-e a szakképzési törvénynek azt a rendelkezését, hogy gyakorlati oktatóhely vagy oktatóképzést csak gazdasági társaság vagy pedig az iskola folytathat, és megállapítottuk az előterjesztésbe azt, hogy az önkormányzat ezzel nem sérti, mert az önkormányzat csak a helyét biztosítja, tehát nem magát a gyakorlati oktatás vagy szakképzési tevékenységet folytatja. Amikor pedig az igazgató úr a hivatalban volt ezen az egyeztetésen, akkor azt állapítottuk meg, hogy ha még költözhetne is ez a fóliasátor, még mindig nem alkalmas az időpont arra, hogy ez megtörténhessen, ugyanis a fólia be van ültetve. Most is rendelkezésére áll az iskolának, tehát bármikor mehetnének oda a gyerekek, és gyakorolhatnák azt a tevékenységet, ami az ő szakmájuk lesz majd, amikor elvégzik az iskolát, és vannak kockázatai a fóliasátor szétbontásának, mert akkor ugye sérülhet a fólia mindenképpen, hogyha váz nem is, és az a megállapodás született, hogy mivel nem sokára vége a tanévnek, most nem sok értelme van ezt a fóliasátrat innen mozgatni, de a nyár folyamán az ősz kezdetéig mindenképpen kell, hogy valamilyen megállapodás szülessen azzal kapcsolatban, hogy akkor elkerül onnan a fóliasátor, amit szakképzési pénzből vásárolt annak idején a középiskola, vagy marad ezen a helyen, és akkor itt fogják majd a gyakorlati oktatást megvalósítani. Köszönöm, menjünk tovább. Előterjesztés Tiszaosvári Város közétkeztetési non-profit Kft. Felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról, valamint alapító okiratának módosításáról. Miért volt erre szükség? A felügyelő bizottsági tagoknak a megbízatása 2016 első fél évének végéig szól. Az új polgári törvénykönyv alapján azonban a felügyelő bizottságnak úgy kell döntést hoznia, hogy minimum 3 tagjának jelen kell lennie az ülésen. A jelenlegi felállásban a 3 tag közül 1 tag tartósan külföldön tartózkodik, és nem biztos, hogy minden olyan alkalommal jelen tud lenni, amikor a felügyelő bizottságnak véleményező vagy döntési feladata van. Például a következő hónapban, májusban, amikor a gazdasági társaságoknak a pénzügyi beszámolója, a mérlegbeszámolói készülnek, és a képviselőtestület elé kerülnek, mert ez is 100%-os tulajdonban, önkormányzati tulajdonban lévő cég. Ezáltal nem lenne az biztosított, hogy a felügyelőbizottság tárgya ezt a beszámolót, anélkül pedig nem lehet a közgyűlés, vagyis az alapító elé terjeszteni. Ezért az a megoldás látszott, hogy akkor növeljük a felügyelőbizottsági tagoknak a létszámát, mert a nagyobb létszámból, ha egy ember nem is tud eljönni, vagy 2, akkor is biztosítva van, hogy legalább 3 fő ott legyen, és tudjon döntést hozni. Tehát most erre ezért volt szükség. És emiatt az alapító okiratot is kellett módosítani. És akkor a tagoknak egyformán a megbízatása 2016 június 30-áig fog szólni, és utána pedig meg lesz a lehetőség arra, hogy újra vagy ezeket a személyeket jelölje az önkormányzat ennek a tisztségnek az ellátására, vagy hogyha valaki esetleg nem vállalja, akkor újabb személyeket lehet bevonni. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Előterjesztés Tiszavasvári Város önkormányzata képviselőtestülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014-es önkormányzati rendeletének módosításáról mit is tartalmaz ez? A rendkívüli képviselőtestületi ülésen történt a szociális rendeletnek a módosítása, amire azért volt szükség, mert jelenleg a régi szabályok szerint 8-an részesülnek ápolási díjban, és az új szociális törvény módosítás után ez az ellátás az teljesen megszűnt. Ilyen címe már nem lehet támogatást nyújtani, de helyette működik a települési támogatási forma, amelyen belül a lakással kapcsolatos kiadásokra és a nagykorú személyek ápolására is lehet rendszeres támogatást megállapítani. Első fordulóban ez nem történt meg Tiszavasváriban. Nem tettünk arra javaslatot, és a képviselőtestület is azt fogadta el, hogy ápolás címén ne legyen ilyen támogatás. Időközben azonban a Szociális Bizottság azt javasolta, hogy ennek a 8 embernek állítsuk vissza azt a lehetőséget, hogy addig, amíg ők jogosultak erre az ellátásra, akkor továbbra is kaphassák.
mivel ez bekerült a szociális törvénybe, és az SMS-be pedig a hatáskörök szerepelnek, a képviselőtestületnek át kellett ruházni a Szociális Bizottságra ezt a hatáskört, hogy adott esetben legyen egy olyan szerv, aki tud dönteni akár a jogosultság további fenntartásáról, akár annak a megszüntetéséről. Ugyancsak a rendkívüli testületi ülésen volt a közútkezelői hozzájárulásról szó, és már akkor jeleztem, hogy a jogszabályváltozás miatt ez képviselőtestületi hatáskör még korábban jegyzői volt, és hogy nem szeretnénk a képviselőtestületet a jövőben ezzel terhelni, de mindenképpen az SMS-be a hatáskört valakihez kell a képviselőtestületnek telepíteni ahhoz, hogy ezt az operatív feladatot is el tudja látni. És a testület döntése alapján a jegyzőt nevesítették a hatáskör gyakorlójának átruházott hatáskörben. Emellett pedig volt egy számozási elírása az SMS rendeletében. Ezt javítottuk ki, hogy egyértelmű legyen, és a közfoglalkoztatással kapcsolatban pedig nevesítettük, hogy a polgármester az, aki a közfoglalkoztatási jogviszonyban állókkal kapcsolatban a munkáltatói jogkört gyakorolja átruházott hatáskörben a képviselőtestület helyett. Köszönöm, ezt követően is egy önkormányzati rendelet módosítására került sor, mégpedig a 4/2015-ös. Igen, ez pedig a költségvetési rendeletnek a módosítása. Februárban fogadta el a képviselőtestület az ez évi költségvetést, és első negyed évet követően van legelőször lehetőség arra, hogy a képviselőtestület az akkor megalkotott szabályokat vagy előirányzatokat módosítsa, és azért több tételben is változás történt. Ezek egy része esetleges tervezési hibából adódó, tehát hogy nem jó kormányzati funkción voltak bizonyos tevékenységek megjelölve, és ezeknek az úgymond helyre rakása vagy helyre pakolása történt meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatban, ami támogatást nyertünk, még a februári költségvetés nem tartalmazhatta, mert annak az előkészítő szakaszában még nem volt információnk arról, hogy mely támogatásokat vagy mely pályázatokat nyert el az önkormányzat, és akkor azt is fel kell bontani bérre és dologi kiadásokra, és azokat is a megfelelő helyen kell szerepeltetni. Emellett volt a polgármesternek és a pénzügyi bizottságnak két képviselőtestületi ülés között átruházott hatáskörben hozott döntése, amit szintén a költségvetésben át kellett vezetni. Van úgymond ilyen feladattípusú támogatás visszafizetési kötelezettségünk a tavalyi évről, aminek most kell eleget tenni. Két társadalmi szervezetben vagy érdekvédelmi szervezetben is tagok vagyunk, a Település Önkormányzatok Országos Szövetségében és a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségében. Mindegyiknek van egy minimális tagdíja a lakosság arányosan, az ezzel kapcsolatos előirányzatokat is szintén tartalmazza a költségvetés módosítása. Vagy például a Varázsceruza óvodában a világítótesteknek a felújítása, korszerűsítése fog megtörténni. Erre is előirányzat már szerepelt a költségvetésben, de a végleges árajánlatban 27 000 forint plusz áfa eltéréssel kaptunk ajánlatot, és ennek is a fedezetét kellett a költségvetésben biztosítani. Köszönöm szépen! Ezt követően került sor előterjesztés a környezetünk védelméről, a köztisztaság fenntartásáról és a közösség együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményéről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról. A rendes képviselőtestületi ülésen született egy határozat, amelyben felhatalmazta a képviselőtestület a polgármestert arra, hogy az avar és a kerti hulladék égetésével kapcsolatos szabályoknak az előkészítését kezdje meg, ugyanis több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy Tiszavasváriban olyan szabályozás van már több mint 10 éve, amely nem engedi meg azt, hogy ezeknek a hulladékoknak a nyílt téri égetéssel megvalósulhasson. Ennek ellenére tudjuk, hogy sokan próbálkoznak ezzel, és ezért többen felvetették, hogy talán jobb lenne, hogyha lenne egy-egy időszak megjelölve, amikor ez nem tiltott tevékenység, és hogyha ezen kívül fogja valaki végezni, akkor mindenképpen lehet a szankcionálás lehetőségével élni. Azért kerül sor 3 rendeletnek a módosítására, mert ez a terület ezt a 3 rendeletet érinti, és mindegyiket összhangba kellett hozni egy rendeletnek a módosításával, vagy egy rendeletnek a szabályaival. Az elfogadott szabályozás szerint
március 1, tehát minden évben március 1 és 15-e, illetve szeptember 15 és november 30-ai időszakban lehet ezt az avar és kerti hulladék égetést, nyíltéri égetést végezni. Vasárnap és ünnepnap nem lehet, és a többi napon, tehát hétköznap 8-tól 12-ig, ez a délelőtti, a délután időszakban pedig 14-től 18 óráig, szombaton ez 8-tól 12 óráig terjedő időszak lenne. Köszönöm szépen. Következő előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó ellátások igénybevételére a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2015-ös önkormányzati rendelet módosításáról. A települési támogatások körében, a rendszeres települési támogatások körében gyógyszerkiadásoknak a fedezetére lehet támogatást nyújtani a rászorulóknak, akik megfelelnek az önkormányzati rendelet előírásainak. Ez korábban a közgyógyi ellátásra vonatkozó szabályokat váltotta fel. Már az első fordulóban felmerült az, hogy talán jobb lenne az, hogyha ezt a támogatást természetbeni formában nyújtaná a képviselőtestület, átruházott hatáskörben a polgármester, és nem pedig pénzben, hogy célirányos legyen a felhasználás. Akkor még úgy tűnt, hogy nem tudunk egyességre jutni a gyógyszerészekkel, arra vonatkozóan, hogy hogy lehet ennek a rendszerét működtetni és biztosítani, de időközben már kialakultak az ezzel kapcsolatos szabályok és lehetőségek. Ezért most a rendeletet azért módosítottuk, hogy egyértelműen belekerüljön, hogy természetbeni formában fogják a támogatást kapni. A rendelet mellékletében szerepel az a kártya, ami alapján a jogosítottságot megkapják a rászorulók, tehát egy éves időtartamra havi megnevezéssel fognak kapni egy-egy kártyát vagy utalványt, amelyet az általuk kiválasztott gyógyszertárban kell leadniuk. Mivel a gyógyszertámogatás egységesen mindenkinek 4000 forint, aki megfelel a feltételnek, és a feltételhez pedig az kell, hogy havonta legalább 5000 forintot meghaladó legyen a gyógyszer szükséglete, ezért a rendeleti szabályozásba az is belekerült, hogy ezt egy alkalommal kell felhasználniuk. Kvázi ezzel fognak fizetni a gyógyszertárban, és az e fölötti összeget pedig saját pénzből kell kifizetni, és emellett pedig egy megállapodást is tartalmaz a, ennek a napi rendi pontnak a határozata, amely a gyógyszerészekkel kötendő megállapodást és az elszámolási szabályokat tartalmaz ezzel kapcsolatban, mert hogy mi az utalványt adjuk ki az állampolgároknak, de a gyógyszertár részére fogjuk ezt a támogatást kifizetni. Köszönöm szépen a következő napirendi pont előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2015-2019 évekre szóló gazdasági programjáról. Az önkormányzati törvény alapján a képviselőtestület megválasztását követően az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül a gazdasági programot vagy meg kell alkotni, vagy korábbi gazdasági programot felül kell vizsgálni. Tiszavasváriban minden esetben új gazdasági programnak az alkotására került sor, és most is ez történt meg. Erre a meghosszabbított önkormányzati ciklusra, mert hogy korábban mindig 4 év volt, mostantól kezdve pedig 5 éves ez a ciklus. A korábbi hagyományoknak megfelelően általános célokat fogalmazott meg a képviselőtestület, mit szeretne elérni az előttünk álló 5 évben. Emellett pedig egyes szakterületekre lebontva, tehát ugyanúgy a pénzügyi, gazdálkodási, vagyoni területre, közlekedésre, oktatásra, szociális, egészségügyi, és még biztos hagytam ki egy jó pár területet, amelyre vonatkozóan megfogalmazza, tehát egyrészt rögzíti a jelenlegi helyzetet, másrészt pedig meghatározza azt a célt, ahova szeretnénk eljutni, néha azzal együtt, hogy meghatározza ennek a módját, hogy például mondjuk pályázati pénzből kell ezt megvalósítani, vagy saját forrás kell rá előteremteni, vagy például a gazdálkodás területén milyen olyan lépéseket kell megtenni, hogy folyamatosan, anélkül, hogy ismernénk az egyes évekre vonatkozó finanszírozási lehetőségeket, mégis lehessen az önkormányzatnak a működőképességét biztosítani. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Előterjesztés a 27/2012 rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv Mezei Ernő által kezdeményezett módosításának elfogadásáról. Ez már egy többszörösen visszatérő téma a képviselőtestületi ülésen, de
most már befejeződött az e témával kapcsolatos előterjesztések sorozata. Elérkezett ez az ügy abban az állapotban, hogy már a képviselőtestület tudta a szervezet a helyi építési szabályzatot módosítani, mert már most megvolt minden engedély és információ ahhoz, hogy arra a területre, ahol a magánszemély kérte a terület funkciójának az átminősítését, az megtörténhessen, és akkor a rendeleti formában is ez szabályozásra kerüljön, tehát beépüljön a jelenleg hatályos rendeletünkbe. Köszönöm szépen. Következő előterjesztés a tiszalöki mentőállomás támogatásáról. A tiszalöki mentőállomás a tiszalöki alapítványon keresztül kapott a tavalyi évben is egy 100 000 forintos támogatást. Őrájuk is az vonatkozik, mint a polgárőrségre, hogy a kapott támogatással el kell számolni. A határidőben január 31-ig ők ezt megtették, eleget tettek ennek a kötelezettségnek. Erre az évre vonatkozóan is jelezték, hogy szívesen vennék az önkormányzat támogatását, és a képviselőtestület pedig elfogadta ezt a kérésüket, vagy akceptálta ezt a kérésüket, és erre az évre vonatkozóan is 100 000 forintos támogatás nyújtásáról döntött. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Előterjesztés a Tiszavasvári város belterületi vízrendezése című projekt keretében elkészült szivattyú üzemeltetésére kötendő megállapodásról. A nagy projekt, amely tavaly valósult meg a belterületi vízrendezéssel kapcsolatban, ami pályázati úton támogatott program volt. Ennek keretében már 2014. szeptember 19-én megtörtént a műszaki átadása a bizonyos kilométer szelvények között lévő műtárgynak, vagy ennek a szivattyúnak a üzemeltetésére, beszerelésére, és a vízügyi igazgatósággal ennek a működtetésére, üzemeltetésére egy megállapodást kellett kötni, és erről szól ez a képviselőtestületi előterjesztés. Köszönöm. Következő napirendi pont volt, előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról és a működési szabályzatának elfogadásáról. Erre is az elmúlt képviselőtestület ülésen került sor, amikor arról döntött a testület, hogy szeretné ezt a Települési Értéktárat működtetni, amelyre különböző módon is különböző témákba kerülhetnek fel azok az értékek, amelyeket mi arra érdemesnek találunk, hogy akár ebbe a települési, akár a megyei vagy az országos értéktárba felkerülhessenek. Akkor felhatalmazást kapott a polgármester úr arra, hogy a következő testület ülésre tegyen javaslatot a személyekre, akik a bizottság tagjait fogják alkotni. Ez megtörtént, a képviselőtestület pedig őket meg is választotta. Ők Sipos Ibolya, Kulcsár Lászlóné, Benyusz Marcell, Rádúj Zsolt és Aleváné Siteri Éva. Emellett pedig egy másik határozatban arról döntött a képviselőtestület, hogy mi lesz ennek a bizottságnak a működési szabályzata, tehát hogyan történik az összehívása, ki fogja összehívni, milyen gyakorisággal kötelező összehívni, hogyan fognak szavazni, mi történik, hogyha szavazategyenlőség alakul ki, stb. Stb. Tehát ami ahhoz szükséges, hogy igazán érdemi munkát tudjanak végezni. Köszönöm. A következő előterjesztés a Tiszavasvári Ady Endre út 8 szám alatti irodák bérletére kötött szerződésének módosításáról. Ez ugye a régi Kabai iskola. Igen, igen. És itt pedig egy tétel miatt volt erre szükség. Itt is történik szervezett személyszállítása itt lévő épületben, épülethez kapcsolódóan, de nem rendelkezett vele az önkormányzat szerződése, ezért tavaly évre visszamenőleg betadja a tevékenység, az pedig megvalósult. Tavaly évre visszamenőleg kötöttünk szerződést 2 darab 240 literes kukának az elszállítására és az egyéb ehhez kapcsolódó dolgaira, és mivel ott többen vannak, akik bérlik az irodahelyiségeket, ezért az önkormányzat, mint a többi költséget, mindent áthárít a ott lévő használók részére, és arról szól az előterjesztés, hogy terület arányosan fogja mindegyik részleg megkapni, hogy mennyi a ráeső rész a szemétszállítási díjban. Köszönöm szépen! Ismét egy előterjesztés a Klébe-Özbek Intézményfenntartó Központtal a Tiszavasvári Ady Endre út 8 szám alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződés módosításáról. Tehát ez a tankerületnek az elhelyezésére szolgáló rész. Ez is többször volt már a képviselőtestület elé, mert már nagyon sokszor kellett módosítani, és most újabb módosításokat javasolt a tankerület
nem is kifejezetten a tankerület, hanem a Klebersberg intézmény fenntartó központ, ahova a tankerület is tartozik, és ezeket a javaslatokat a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. A következő előterjesztés a Tiszavasvár egészségügyi szolgáltató non-profit közhasznú Kft.-vel kötendő vagyonkezelési szerződési jóváhagyásáról. Április 1-ével elkezdte működését az egészségügyi Kft., ugyanis rendelkezik minden olyan engedéllyel, amely szükséges volt a tevékenység végzéséhez. Ezek után, mivel önkormányzati ingatlanban valósítja meg az egészségügyi tevékenységet, ugyanúgy, mint egyéb más esetekben szükséges, hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat, épületeket, itt épületekről van szó, vagyonkezelésbe adja a Kft.-nek, és az ezzel kapcsolatos törvényben meghatározott szabályokat tartalmazza, valamint az önkormányzat elvárásait, vállalásait és a Kft. Kötelezettségeit és lehetőségeit. Köszönöm, ezt követően döntött a testület arra az előterjesztésről, Rigacs Jánossal a Tiszavasvári 0707/29 helyre számú ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról szól. Ez is az elmúlt képviselőtestületi ülésen volt téma, a magánszemély kérte egy területnek a megvásárlását, akkor a képviselőtestület meghatározta a vételárat, de már akkor is jeleztem, hogy ennek vagy lesz folytatása, vagy nem, mert attól függ, hogy az, aki szeretné ezt az ingatlant megvásárolni, elfogadja-e az önkormányzat által szabott árat. Ebben az esetben az történt, hogy elfogadta, és ilyenkor a képviselőtestületnek kell az adásvételi szerződésről dönteni, mert hogy a képviselőtestületnek ismernie kell, tehát ő magának kell elfogadni azokat a szabályokat és azokat a feltételeket, amelyek mellett értékesíti ezt az ingatlant. Itt nem kell nagy dolgokra gondolni, hanem elsősorban azokra, amelyek akár a magánszemélynek a ténykedését határozzák meg, és törvényi kötelezettségek, amelyeket tartalmazni kell az adásvételi szerződésnek ahhoz, hogy a földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzése kerülhessen, másrésztől pedig az önkormányzatnak azokat a kötelezettségeit vagy lehetőségeit, amiről jó, hogyha tájékoztatjuk az állampolgárt például arról, hogy ez értékénél fogva nem esik abba a kategóriába, amely alapján az önkormányzatnak ezt pályáztatni kellett volna egyrészt, másrészt pedig azt, hogy fel kellett volna ajánlani az államnak, hogy akar-e az elővásárlási jogával élni, vagy nem. Köszönöm, menjünk tovább. Előterjesztés a Városi Kincstár és az Agrárút Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Között kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról. Ez a csoki gyárnak a területére vonatkozó bérleti szerződést tartalmazza, bár jó részt a tavalyi év folyamán elköltözött onnan a kincstár, de bizonyos dolgokat nem tudtunk akkor elhozni, és még például a mezőgazdaságból származó krumplit ott tároltuk, és a tavalyi év folyamán azért nem tudott sor kerülni a szerződés megkötésére, mert folyamatosan keresték azt a tulajdonost, akivel ezt meg lehet kötni. Ő nem mindig reagált ezekre a megkeresésekre, de a tényen nem változtat ez a dolog, mármint azon a tényen, hogy az önkormányzat intézménye a Városi Kincstár használta a tavalyi évben, és akkor ez ugye úgy tisztességes, hogyha rendezi az önkormányzat vagy a kincstár ezen keresztül azt a fizetési kötelezettséget, amelyet a bérleti díj megfizetése jelent. Köszönöm. A következő előterjesztés a Tiszavasvári 0356 helyrajzszámú önkormányzati ingatlan átminősítéséről szólt. Ez a tóaljai terület, amely az erdősítésben vett részt. Annak idején még Budaházi Zoltán kapott rá állami támogatást. Időközben ez nem mind olyan formában valósult meg, mint ahogy annak idején elképzeltük, vagy ahogy reménykedtünk ebben. És több mindenkinek a közreműködésének köszönhetően a Hajdú megyei kormányhivatal arról döntött, hogy megadja arra a lehetőséget, hogy Viszmajor okra hivatkozva az erdő, országos erdőállomány adattárából kikerülhessen ez a terület. Ez azt jelenti, hogy akkor innentől megszűnik ennek a művelési ága erdő lenni, és lehetőség van arra, hogy az önkormányzat ezt átminősítse gyermművelősi ágú területté, és utána pedig tudjon gondoskodni ennek a területnek a hasznosításáról. Köszönöm. Egy kis egészségügyi tájékoztatás az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2014 évi munkájáról szóló beszámolóról. Minden évben
szempontsort küldünk ki az orvosoknak, és egy táblázatot, aminek a visszaküldését várjuk minden háziorvos, gyermekorvos és fogorvos részéről. Betegségcsoportokra kérdezünk rá, betegforgalomra, arra, hogy milyen tapasztalataik voltak az elmúlt évben a város egészségügyi helyzetével kapcsolatban, és a lakosság egészségügyi helyzetével kapcsolatban. Már arra kiterjedően, azokra a betegekre kiterjedően, akik egy-egy házi orvoshoz tartoznak, milyen jogszabályváltozások voltak, amely meghatározta az életüket, a mindennapi tevékenységüket, és milyen meglátásuk van az egészségügyi területtel kapcsolatban, amit az önkormányzat hasznosítani tudhat a jövőre nézve. Köszönöm, ezt követően egy tájékoztató hangzott el a polgármester 2015 évi szabadság igénybevételéről. Az új önkormányzati törvény alapján a képviselőtestületet mindig tájékoztatni kell az előző időszaki szabadság igénybevételéről, mivel polgármester úr egyenletesen próbált elosztani a szabadságait minden hónapban meghatározott napokat, így minden hónapban valószínű sor fog arra kerülni, hogy egy tájékoztatót adjon arról, hogy az ütemezésnek megfelelően a szabadságot igénybe vette. Köszönöm, és a következő előterjesztés, funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban pályázat többletköltségeinek fedezetére szolgáló hosszú lejáratú hitelfelvételéről és a pályázati eljárás megindításáról. Ugyancsak a rendkívül képviselőtestületi ülésen döntött az önkormányzat arról, hogy győztes vagy nyertes hirdet a városrehabilitációs pályázat közbeszerzésével kapcsolatban, vagyis hogy eredményesnek nyilvánítja, és már akkor beszéltünk róla, hogy a költségvetési rendelet is módosításra került, mert hogy közel 38-40 millió forinttal több lett így is az igény, a pénzbeli igény, mint amennyi támogatást kapott az önkormányzat, és addig is biztosítani kell annak lehetőségét, hogy ez a részt is lefedésre kerüljön. A hivatal megtette az intézkedést, polgármester úr nevében elment az a kérelem, amely alapján a támogatás nyújtó hatóságot kértük arra vonatkozóan, hogy ezt a részt is finanszírozza le, de ennek még nem tudni az eredményét, a végkifejletét, addig is kell valamilyen intézkedést tenni, és mivel hitelfelvételét állítottuk be, így a hitelfelvételt is el kell indítani. Természetesen, hogyha az előbbi téma nyertessé válik, akkor azt a hitelkérelmet majd vissza kell vonnunk, és ezzel kapcsolatban egy pályázati felhívást fog az önkormányzat megjelentetni, ami egy 10 éves hosszú lejáratú hitelnek az igénybevételéről szól, és majd várjuk a pályázóknak a jelentkezését. Ezt követően zárt ülés következett, melyen a városi televízió már nem lehetett jelen, ahol is döntött vagy sem a képviselőtestület az év pedagógusa kitünteti díj odaítéléséről. Hát ebben az esetben volt javaslat, 4 javaslat volt az év pedagógusa kitüntető díjra, ezek minősített többséget igénylő témakörök, és egyik jelölt esetében sem született 7 igen szavazat, amely elegendő vagy kellő mennyiségű lett volna ahhoz, hogy valaki megkaphassa ezt a kitüntetést, tehát ebben az évben nem fogja senki megkapni a jelölés ellenére, vagy a jelölések ellenére sem. Köszönöm szépen, tehát ezeket a napirendi pontokat tárgyalta a Tiszavasvári Város képviselő testülete április 23-án. Jegyzőasszonynak köszönöm az állandó segítséget és a magyarázatot. Kedves nézőinek köszönöm, hogy ismét velünk tartottak. Én is köszönöm a figyelmüket.